Tégból bemutatót tartottak a Nemzetközi Tégból Szövetség világ élvonalába tartozó tagjai a Csengei Dénes Kulturális Központ színpadán ideiglenesen felállított tégból asztalon. A több sporták számára is hasznos, sokoldalú készségfejlesztő eszközöket Paksváros önkormányzata vásárolta az 5 paksi általános iskola részére a polgármesteri keretből több mint 2,5 millió forint összértékben, melynek átadására ünnepélyes keretek között került sor. Így tekintek erre a tagból asztalra is, mint a jövő generációjának az egyik nagyon népszerű sporteszközére, hiszen ahogy az itt elhangzott már, több féleképpen lehet használni. A tégból a labdarúgás és az asztali tenisz elemeinek kombinálásával kialakított sportág, amelyet egy ívelt asztalon játszanak. Ezen a két sportágon kívül még tenisz, röplabda és kézilabda változata is van. Paksváros önkormányzata ezzel a magyar fejlesztésű innovációs sporteszközzel járul hozzá a paksi fiatalok sportos, egészségmegőrző életviteléhez. Én úgy gondolom, hogy mindig kell valami újdonsága az iskolások testnevelésében. Szerintem ezt a tömegsport foglalkozásokon, illetve a délutáni testnevelés órákon kiegészítő játékként biztos, hogy heti szinten fogjuk alkalmazni. Szabó Péter polgármester elmondta, Paks közterületeire is tervezik a közeljövőben tégból asztalok kihelyezését.